Keretnemzeti vezénylőzászlósi szeminárium keretében a közép-európai többnemzeti hadosztályparancsnokságra látogatott Dražen Klanjec, a horvát hadsereg vezénylőzászlósa, és Marcel Kanjak főtörzászlós, a szlovák hadsereg vezénylőzászlósa. A vendégeket Denis Stretinjak vezérőrnagy, parancsnok, Mário Matei is főtörzászlós, a hadosztályparancsnokság vezénylőzászlósa, és Tigyi István Zsolt főtörzászlós, a Magyar Honvédség parancsnoksága kibervédelmi szemlélőségének vezénylőzászlósa fogadta. This is very important. Ez a találkozó mind Horvátország, mind Szlovákia, mind Magyarország szempontjából nagyon fontos volt. Szomszédos országok vagyunk, érthető, ha szeretnénk folyamatosan fejleszteni biztonsági területen az együttműködést, ez pedig többek között közös gyakorlatokkal lehet. Remek lehetőség volt, hogy megnézzük a parancsnokságot, és eszmét cseréljünk annak parancsnokával és vezénylőzászlósával is. Képet kaptunk arról, mi a feladatuk, mit is csinálnak, így tudjuk, miként lehet őket támogatni. Horvátországnak azért is fontos, hogy részt vegyünk a parancsnokság munkájában, mert meg tudjuk mutatni, országunk fontos és elismert tagja a NATO-nak. Manapság nagyon fontos a közvetlen gyors kommunikáció és információcsere. Ugyanakkor nem mindent lehet telefonon vagy interneten keresztül megoldani, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy létrejött ez a kétnapos szeminárium. Most már pontosan látjuk, hogyan tudjuk a legjobban támogatni a parancsnokság munkáját. Közép-európai országokként ugyanazon biztonsági környezetben élünk, igen lényeges az összefogás, egymás támogatása. A szeminárium végén a vezénylőzászlósok beírtak a hadosztályparancsnokság emlékkönyvébe, és emléktárgyak cseréjével köszönték meg egymásnak a két napot.